Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Kuth Gergely. Köszöntöm a drága nézőket, bele is csapunk a vitába, a Rákvörös Karéból, Nagy Józseffel, a 24.hu újságírójával. Rákvörös. Nyáron Gergő. Nyáron Rákvörös, a másik Karé, meg szokása szerint barnába hajló narancs, élén Lentulai Krisztiánnal, a Karcefen főszerkesztő helyettesével, Kukorelli Endrével, íróval, költővel, Kálomista Gáborral, a Tália Színház vezetőjével, producerrel, Nagy Attila Tiborral, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével és Pesti László dokumentumfilmessel, a Pesti Fekete Doboz alapítójával. Azt mondja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy megdöbbentette őket, hogy 2020-ban Magyarországon keresztény embereket bélyegeznek meg a hitük miatt. Ehhez képest megszólalt Niedermüller Péter jól ismert kijelentése ügyében Karácsony Gergely is, aki ugyanakkor annyit üzent Bayer Zsoltnak, hogy tüntessenek a naplemente ellen is, az is zavaró tényező, közben Gyurcsány Ferenc is védelmébe vette Niedermüllert, aki nem kér bocsánatot. Ki az, aki közületek sértve érzi magát? Hát csak azt mondta, Gergely, miről van szó? Ugye arról van szó, hogy Niedermüller Péter, a DK-nak a hetedik kerületi polgármestere. Alelnöke. Alelnöke. Volt EP képviselője. Volt EP képviselője, volt egy rossz mondata az ATV-ben, amit lehetett úgy értelmezni, hogy ő neki baja van a fehér heteroszexuális keresztény férfiakkal. És nőkkel. És egyébként és nőkkel is. De teljesen nyilvánvaló, hogy Niedermüller Péter nem gonosz, meg nem rasszista, meg nem keresztény-gyűlölő, hanem nem tud fogalmazni. Nem, Niedermüller gonosz, rasszista és keresztény-gyűlölő. Ha nem tud fogalmazni, akkor nem próbál olyat mondani, amikor egy társadalomnak egy jelentős rétegét megsérti. Tehát komolyan mondom, hogy nem mosdassunk szerecsen. Hogyha arról beszélünk, ha minden egyes részét megnézed ennek a mondatnak, minden egyes része kirekesztő és gyűlöletkeltő. Ha bárhol máshol jelenik meg, bármilyen aspektusban, vagy mondjuk egy jobboldali politikus szájából ilyen elhangzik, akkor már az Európai Parlament tárgyalná. Tehát hogy a többségnek is vannak jogai ebben az országban, nem csak a kisebbségnek. Tehát el kell fogadni, hogy ebben az országban élnek fehér, heteroszexuális keresztény emberek. Baj, és nem ez a rossz, amit ő állít, hogy nem az minden rossznak az alapja, hogy ez a réteg létezik. Tehát én azt hiszem, hogy egyre nem lehet gyűlölni egy másik olyan réteget, nem ugyanarról gondolkodik. Végképp nem, tehát nyilván te is tisztában vagy. De láttad, egy nettó gyűlölet volt, ami az arcáról lejött. Nettó gyűlölet. Tehát a gyűlölet az azzal kapcsolatban volt az arcán, vagy a, nem tudom, az ellenkezés azzal kapcsolatban volt az arcán, amit egyébként később, amikor már közlemény kiadtak, meg is fogalmaztak, hogy ő arra gondolt, és ezt én speciálra hiszem neki, hogy végül nem maradnak mások, akiket ne rekesztenek ki a társadalom, csak a fehér heteroszexuális férfiak. Ez a Fidesznek a politikája. Niedermüller Péter állítja, de miért állít ilyet? Tehát miért gondolja, hogy egy Fidesz kizárólag fehér, heteroszexuális keresztény emberekből, és ez maga a gyűlölet maga? Nem, a Niedermüller azt mondja, hogy a Fidesznek a retorikájában előbb-utóbb mindenki ellenségé válik, kivéve ez a szűk csoport. Ezt mondja Niedermüller. De Niedermüller már annyi hülyeséget mondott, tehát ha megnéz az európai parlamenti pályafutását, hogy gyakorlatilag amíg ott volt, csak Magyarország ellen utított és jegyzékeket készített, és futkorászott, hogy ezt az országot magyar eljárat. Kormány ellen próbálta. Magyarország ellen, ne hagyjuk ezt. Brüsszelbe, na, akkor jó. Hagyjuk ezt. Az igazi lakmuszpapír egyébként, hogy ez mitől volt sértő mondat, az maga Rónai Egon. Az ATV stúdiójában, amikor 36-szor elmondása szerint nekifutott Niedermüller, hogy én nem fog bocsánatot kérni, és elmondta, hogy miért, akkor Rónai Egon belenézett a kamerába, egy picit modorosan, de egyébként volt benne valamennyi őszinteség, én elismerem, és a nézők nevében körülbelül kikérte magának, és ő kért bocsánatot Niedermüller helyett. Ha láttad ezt, akkor az egy majdhogy nem média történeti pillanat. Igen. Volt, ahogy az ATV-ben Rónai Egon megkövette azokat a nézőket, van, akiket megsértett. Krisztián, ez azért van, és én erről szeretnék egy pár mondatot kicsit most kivételesen hosszabban, ha megengeditek beszélni, mert az ATV-nek van immunrendszere.
és az ATV immunrendszerét Róna Jegonnak hívják, aki egy korrekt és professzionális televízió riporter, és amit az elődje elkövetett, akit most itt nem nevezek meg, illetve azok a stúdió vendégek, akik a szerintem is mélyen rasszista Niedermüller mellett bent ültek a stúdióba, nem szóltak egy árva szót sem. Mert nem értették, cinkosan, Laci. Nem cinkosan, értették. Józsi, cinkosan röhögcséltek vele. De nem értették azt, ennek a mondatnak nem volt értelme. Tehát Niedermüller képtelen volt megfogalmazni a gondolatát, mondott egy baromságot. Oké, nem lehetett érteni azt a mondatot. Immunrendszer dolgot. Róna Jegon maximálisan helyretett, és ez mutatja, hogy az ATV-nek van immunrendszere, mert, és azt Róna Jegonnak hívják. Én azt gondolom azonban, hogy nem Niedermüllerről kéne itt beszélni, mint ahogy Geri is felvetette, hanem a Karácsony Geriről. És itt megint az immunrendszer kérdéskörre térnék rá. Minden korban, 5 éve, 10 éve, 20 éve, most is minden pártban vannak emberek, akik vagy rasszista megjegyzést tesznek, vagy hülyeséget beszélnek, vagy valami egyéb vállalhatatlan tettet követnek el. A kérdés nem az, hogy ez most megtörtént, nem történt, hanem hogy az immunrendszer reagál-e, és a párt vezetője, vagy más prominense, akinek tekintélye van abban a politikai szervezetben, korrigálja-e ezt az elkövetett hibát. Két napra rá megkérdezték Karácsony Gergelyt, aki a mostani ellenzéknek mégiscsak a formálisan legmagasabb polcon ülő embere, mert lehet, hogy informálisan Fekete Győr András vagy Gyurcsány Ferenc nagyobb hatalmat birtokolnak, de mégiscsak Karácsony Gergely az, akit Budapest főpolgármesterévé választották, és kiderült, hogy a Karigeri vagy nem is érti, hogy mit mondott a Niedermüller, vagy érti, de le akarja tagadni. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy semmi kivetni valót nem lát ebben a dologban, és elkezdett viccelődni azon, hogy a Fidesz, ha akar, tüntessen a Niedermüller ellen, de ennyi erővel tüntethetnének a naplement ellen. Laci, csak azt mondtad, hogy értelmezni tudni kell. Itt van velünk Kukorelli Endre, aki párás tekintetű egyetemista lányoknak tanít szépírást. Biztosan segítesz nekünk elemezni ezt a mondatot. Tehát az, hogy a fehér, heteró, keresztények, rémisztő képződmények, így mondta Niedermüller Péter. Nem pontosan így mondta, akkor itt időzzünk van, pontosan. Akkor idézd, de itt van, mondd. Idézzünk pontosan. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, ugye felsoroltuk, a nem magyarokat, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttünk, ez a család elképzelés. Tehát még ezt is azért odabítjesztette, tehát ezzel együtt mi az, szerintem... Magyarázd meg! Hát nem én vagyok Niedermüller Péter. De mi a család elképzelés? Hát a család elképzelés, később Niedermüller egy későbbi mondataiban megmagyarázta egyébként, hogy ő ez alatt azt érti, hogy ez egy kirekesztő család elképzelés. Meg a szakember, tehát ő nem azt mondta Niedermüller, bocsánat, hogy ő az ideológiára gondolt, hogy a fehér keresztény Európa ideológiája rémisztő, most hagyjuk, hogy rémisztő igen, vagy sem. Igen, ő ezt akarta volna mondani. De Endre, lehet úgy érteni, hogy azok nem dehumanizálva egyes személyekre szóltak, hanem egy ideológiára? Nem gondolom magam szakértőnek, egy normális embernek gondolom magam, akinek az a véleménye, hogy ha az ember rossz mondatokat mond, vagy nem fogalmaz pontosan, akkor utána, hogyha látja, hogy milyen hatást váltanak ki ezek a mondatok, akkor elnézést kell kérni. Nekem ez erről a kemény véleményem. Ez itt a kulcsmondat, így van, pontosan. Elvitatkozhatunk azon, hogy pontosan mit akart mondani, hogy mondta meg minden. Egy ilyen akusztikája keletkezett ennek a mondatnak, és ez egy rossz, nagyon rossz akusztika, nagyon kellemetlen. Én, mint hetero, keresztény, fehér férfi, mondjuk én nem vagyok mesétődő, mert elég erősnek érzem magam ahhoz, hogy lepattanjanak rólam a sértések, tehát speciál, túl van dimenzionálva ez a tüntetés, ez tényleg szánalmas, mert minden, de az is szánalmas, hogy a Niedermüller nem érzi, hogy ez rossz, nem jó, benne hagyja a levegőben, és hiába, a Rónai hiába kéri föl többször is, hogy kérjen bocsánatot, nem kér bocsánatot. De nem lehet, ez nagyon nagy félreértés, mert... és még egy fél mondatot. Tehát mi itt ülünk, ugye, x héten keresztül, és mondom mindenféle jót, meg rosszat, meg hülyeséget. Én is számos hülyeséget mondtam már ebben a műsorban, lehet, hogy ti nem, de én nagyon, és kapok is, felhívnak telefonon, hogy miért nem reagáltam arra, hogy... Azért nem reagáltam arra, hogy, mert itt sokan vannak, van egy feszült légkör,
még hogyha már hozzá is vagyunk szokva ez a légkörhöz többé-kevésbé, az ember nem hal meg mindent, nem tudsz mindenre reagálni, stb. Heten vagyunk, összegyünk. Igen, és máshogy gondolkodunk a világról, de legalább még a sajátja volt együtt egy stúdióban, tehát ott még azt sem zavart, hogy van egy, aki nem azt gondolja, mint ő. Azt akarom mondani, hogy az önmagában nem katasztrófa, hogy az ember mond egy hülyeséget. Az a katasztrófa, hogy utána nem mondja azt, hogy tényleg ez egy hülyeség volt, ez rossz. Az ő esetében is leszedjük a rossz indulatúságot, mert itt most marhára jó indulatúak vagyunk vele, hát és kinézzük a jót, akkor is ott marad az érzelmi intelligencia teljes hiánya. Hozzuk föl jó példának akkor most Kósa Lajost. Ezelőtt pár héttel itt ültünk, amikor Kósa Lajosnak volt egy hasonlóan rettentően szerencsétlen mondata, és azért Kósa Lajos egy-két nap után megtette azt, hogy kijelentette, ha szavaimmal, megfogalmazásommal akár egyetlen magyar zsidó polgár, ugye éppen zsidózott, magyar zsidó polgártársamat is megsértettem, úgy azért tőlük bocsánatot kérek. És itt én magam mondtam enni az asztalnál, hogy nem tartom Kósa Lajost antiszemitának, egy balféknek tartok, aki, és talán még volt egy ilyen poén is, hogy emlékeztek, hogy a katonasági fingó versenyt hoztam fel példának, igen, hogy mindenki nekirugaszkodik, jó nagy haspré, és aztán valaki, aki leginkább győzni akar, az nem recsent, hanem összeszarja magát. Kósa is összeszarta magát, és most összeszarta magát Niedermüller is. Gábor akart mondani valami, erőset. Egyébként a Niedermüllernek az a fő tragédiája szerintem, hogy ő a legkevésbé DK-s, de most ő akar a legdékásabb DK-s. Meg akar felelni a Ferinek. Itt van a probléma. Retorikában akar megfelelni. Tehát nem veszitek érzem, hogy ott a Dobrev Klára keveset foglalkozik a DK-val. Ott van az állás hónapja, ott van a Gréci felállása, ott van a DK kiállása a Niedermüller mellett, ott van a szocialista politikusok átállása, ott a Jobbik átállása, tehát az állás hónapjában. De itt van a probléma. De csak azért, mert a Dobrev elmegy Brüsszelbe. Tehát a DK számára is ez probléma. Itt nem csak Niedermüller Péter számára probléma, ez a egyébként szerintem sem túl szerencsésen megfogalmazott mondat, nem, hanem a demokratikus koalíció számára ez egy probléma, mert magyarázkodásra kényszerül a párt. Ma reggel például Gyurcsány Ferenc tett közzé egy újabb bejegyzést, ami azzal kezdő, hogy ő is fehér, keresztény és heteroszexuális. Ja, és sokszor bérmálkozott. És akkor elkezd magyarázni. Tehát Gyurcsány Ferenc... Rendszeresen bérmálkozott. Gyurcsány, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a demokratikus koalíció így a Niedermüller ügy miatt most kevésbé képes a maga agendáját, eszméit hirdetni, hanem arra kényszerül, hogy beálljon. Na, engedjétek meg, hogy... Ne arra, hogy egy gondolatot hozzá kell fűzzek az Attihoz, a tárgyilagosság kedvéért. Ugyanis visszatérve, mert nem hagytátok, hogy végigmondjam ezt az immunrendszer metaforámat, pedig szerintem nagyon fontos. És szép hogy, minden hogy fontos. Az én metaforámban, aztán el is hallgatok a műsor végéig, ha akarjátok, de az én metaforámban, ami ugye az politikai immunrendszerről szólt, a Niedermüller egy bacillus, amit se Gyurcsány koronavírus. Ferenc... Niedermüller koronavírus. Igen, se Gyurcsány Ferenc, se Karácsony Gergő, mint immunrendszer nem vett ki magából. Ez ismerős a fideszes oldalon is, tehát mi tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk is megvannak a magunk bacillusai. Múltkor például Borkai Zsoltnak hívták ezt a bacillust, ami a Fidesz immunrendszerének kis ilyen a torkának adt, és ugyancsak el kellett tenni néhány napnak, mire a Fidesz immunrendszer a Borkait kivetette. Na, akkor és is nem fejeztem meg Borkai pucér seggel, mindig a Borkai jöttök, a Borkai elvágyott. A Niedermüller mondott egy baromságot, ha akarod se, Niedermüller, most de mondom. Józsi, nem akarok, de én akkor is végig fogom ezt mondani. Laci, megadjuk neked a Hír TV vezérkarának az elérhetőségét, kér tőlünk egy olyan műsort, amiben csak te vagy egyedül. Jó, akkor is befejezem. A Borkairól azt szerettem volna mondani, hogy az, hogy a Borkait nem vetette ki a Fidesz immunrendszer, annak az az oka, hogy nem egy Borkai van, hanem sok Borkai van. És amikor a Borkai faktort emlegették itt a fideszes és nem fideszes elemzők az ősszel, akkor arra a nyilvánvaló tényre nem elfelejtettek rávilágítani, hogy a Borkai faktor és az egész immunrendszer probléma, ez úgy vezetett az október 13-ai sajnálatos választási eredményhez, hogy a többi Borkai, ezek az új pimaszok, akik a Fideszben ott ülnek, ezek az egész ország számára... Ezek az egész ország számára nyilvánvalóan léteznek, akiket az ellenzéki sajtó nerlovagoknak is hív, és elveszik az emberek egy részének a kedvét, hogy a Fideszre szavazzanak. És a győri választás, amikor a Borkaival szembe került a Dézsi, aki a régi elfhű Fidesz képviselte, leváltották úgymond az új pimaszt, aki lemondott,
nem leváltották, hanem lemondott, megbukott, és a helyére került egy olyan fideszes, a Dézsi, aki a régi elfű Fidesz politizálást képviseli. Na, akarsz még valamit mondani? Nem. Akkor beszéljünk arról, tehát más minőségben... Nem, én nem tudom magamban tartani, gyerekek. Egyrészt a Borkai nem új fideszes, hanem 2006 óta ő volt a polgármester. Egyébként, aki most visszabekerült polgármesternek, a Dézsi, ő a 2006 előtti Balos városvezetése is kiváló kapcsolatban volt. És egyébként Borkait, aki lopott, kurvázott, jaktozott, gazemberekkel volt közösen, Győr kirablóival volt közösen egy adriai jaktól. Ezt összevetni azzal a Niedermüllerrel, aki szerint... egyébként egy tisztességes ember, csak mondott egy baromságot, de... és ő sem gondolja azt, hogy bárki, hogy Niedermüller rasszista lenne, vagy keresztény gyűlölő hát lenne. Akkor ezt... nem mondjon rasszista mondatokat, ha nem az. Ha meg mondatok, kérjen bocsánat. Mi is itt hányszor fogalmazunk már. Az nem olyan, hogy valakit pofán vágnak egy téglával, betörik a feje, aztán másnap bemennek, és azt mondják, hogy nem akartalak elfogadni. Abban van igazad. Bocsánatot kellene kérnie, de egyébként amiről egyértelmű a mondatból, amit felolvastam, hogy Niedermüller a család elképzelést bírálta, amit milyen a Fidesz... Család? Milyen család? Család? Hetero család szó nem volt, lehet. Szó nem volt ilyen, család. De itt van, ez a család elképzelés. Nem arra, hogy már én egy hetero családba élek. Tehát ő alapvetően ezt próbálta bírálni, szerencsétlen módon. Mit a hetero családot? Szó nem. Dehogy nem, itt van. Ez a család elképzelés. Hát ezt mondta szóról szóra. Hetero családot bírálja? Nem, ez a család elképzelés, és előtte van fehér, vagy keresztény, heteroszexuális férfiak család, és nő. Attila, magyarázd hát meg, mondom, hogy ez miért Attila, család, elképzelés, ez mi, család elképzelés, az, hogy jól körülír egy társadalmi csoportot, ez egy a fehér, na, hetero... Ő a saját szavai, most én a saját szavait idézem. Mindenki vállalja a saját szavai után a felelősséget. Niedermüller Péternek ezután el kéne menni a közéletből a fenébe. Niedermüller hülyeséget beszélt, és kész. Na mindegy, egyébként a győri választópolgárok nem úgy látták, hogy ki van fosztva a városuk, máskülönben nem szavazták volna meg azt a testületet, ami korábban is regnált ott. De vágjunk bele akkor a következő témába, 2 percünk maradt még ebből a részből. Ez is Niedermüllerezés, csak picikét más, hogy az az oktatói hálózat, amelyet annak idején már a Heti Válasz és a Soros hálózathoz tartozó tömörülésként leplezett le, olyan független arcokkal az élén, mint például Rényi András, Rényi Ágnes, Vásárhelyi Mária, vagy a volt kultuszminiszter Bozóki András, ugye az MSZP-SZDSZ kormány Lucifer idején. Lucifer és Cipolla és a többiek, igen. Leírta, hogy miképpen, meg is miképpen észak-koreaizálódik Magyarország, és az Európai Parlamentnek bemutatta ezt a jelentést, és a bemutatására Dobrev Klárát, Cseh Katalint, Újhely Istvánt kérték fel többek között. Újhely István többek között... Mint EP képviselők. Mint igen. EP képviselőket, Újhely így fogalmazott, nincs több szükség jogállamiságot vizsgáló delegációkra és bizottságokra, hiszen egyértelmű mi zajlik Magyarországon. Meg kell állítani az új fasiszta építkezést hazánkban, hiszen erre példa legutóbb Mussolini Olaszországában volt. És azt gondolod, hogy erre most másfél percben tudunk majd reagálni, Geri? Nincs már annyi. Másfél percben? Én inkább erre a dologra? Én inkább az anyagra szeretnék röviden reagálni, mert hogyha elolvassa az ember, akkor azt veszi észre, hogy az anyagban megjelennek a régi, jól ismert toposzok az Orbán rendszer kritikájával kapcsolatban. Tehát ez egy kifejezetten sérelmi jelentés. A eddigi ellenzéki véleményeknek az összesűrítése, és nekem a legnagyobb gondom vele egyébként az, hogy nem eléggé empatikus, nem próbálja megérteni a jobboldal nemzeti érzését, amit a Fidesz is igyekezett képviselni, hogy mitől támogatja még mindig több mint 2 millió választópolgár a Fideszt, és azt a nemzeti kulturális identitást, amit ezt a párt... Na de a magyar ellenzék köreiből miért nincs legalább egyetlen egy ember, aki ugyanezt képviselné, mint amit most te elmondtál? Hogy beszéljünk őszintén, ami ebben a jelentésben van, az marhaság. De nem is, nem azt mondom, hogy marhaság, csak nem elég. De ha marhaság... Nem elég szofisztikált. Igen, nem elég szofisztikált. Igen, de gyerekek, itt arról van szó, hogy elhangzik egy vélemény.
ha ezt a véleményt, ami Attila szerint is aggályos, most tegyük félre, hogy mi van benne. Vizsgálatnak beállított akarom, eljárás. Hogy miért nem mondják el az ott ülő LP képviselők a Momentum, a DK vagy a Szocik részéről? Miért kell ennek egy olyan nevet adni, hogy ez 30 független értelmiségi írta, szép nevet is adnak maguknak, oktatói hálózat, azért, Laci, szép kám, címet is adnak minden neki. Minden el van b***va, sajnos. Na! Már no. Majd most jöhet a kedves nézők, kütyülés. Innen folytatjuk. Köszöntöm Önöket, a második részben folytatjuk a vitát, természetesen Kukorelli Endre velős mondatával, aki mellett a Vörös Karéban itt látják Nagy Józsefet és Nagy Attila Tibort, a Narancsbarna Karéban pedig Lentulai Krisztiánt, Kálomista Gábort és Pesti Lászlót. És azt mondtad, hogy nem ismétlem, mert nem, is megint... Én se ismétlem meg, a helyzet az, kellene. Hogy régi mániámat fogom most egy fél mondatban elmondani, ugyanis egy az, picit mégiscsak megszakítanám, mert aki esetleg most kapcsolódik be, Románia. Ugyebár az oktatói hálózat jelentéséről vitatkozunk, amelyet Újhely István, Dobrev Klárával, Cseh Katalinnal úgy mutatott be az Európai Parlamentben, hogy ebből felsejlik, hogy Magyarországon a Mussolini állama épül újjá, és erre mondtad azt, Nagy Attila Tibor azt mondta, hogy gyakorlatilag Brüsszelben nem lehet őszintén beszélni, vagy ezt állapítottuk meg a te kijelentésed apropóján, mert te magad is beismerted, hogy ez a jelentés fals, és erre mondtad... Bocsánat, én nem ismertem be semmit, mert beismerni azt lehet, hogyha valaki bűnözik, vagy valami bűncselekményt követett el, tehát én nem ismertem be semmit. Akkor a vörös oldal nevében... Én csak azt mondom, hogy a jelentés nekem nem igazán tetszett. És a kérdésünk az is, hogy innen folytassuk, hogyha valamiről tudjuk, hogy kamu, akkor miért áll mellé az egész magyar ellenzék, és az angol túlzás, nyelv, hogy kamu, angol azért, bocsánat, részigasságok azért vannak ebben mi? A jelentésben, nem is egy, nem is kettő, csak ezeket már nagyon sok lehetett szabad olvasni. Szabad egyetemeket követelnek az egyetemi oktatók Brüsszelbe, tehát hogyha itt nem lenne szabad egyetem, akkor az oktatói hálózat nem mitől létezne. Mitől szabad az, hogy szabad az az egyetem? Szabad színházakat követelnek, szabad minden színház szabad, ezt Gábor, én kicsit tudom. Mitől szabad tehát az egyetem, ahol kancellárok vannak, akiket az állam nevezett ki? A kancellárok, gazdaságot felé. Attila, van hát neked kancellárokat az állam nevez ki? Ki neveznék az egyetem autonómiája súlyosan komolyan. A kancellárok azért vannak oda téve, nem csak a gazdaságügyekbe gazdasági... bele, hanem mindenbe. Hogy gatyába rázzák. Valamennyi oktatási kérdés sokszor gazdasági kérdés is. Na de a rektor helyettest csináljon költségvetés szerinted? Hát a főiskolai egyetemi tanácsoknak kell költségvetést és csinálni, és egy tanács az előterjesztések alapján. Egy tanács, nyugodjunk egy tanács le, tanács szerintem nyugodjunk le, kicsit blazírtabban nézzük ezt a dolgot. Jó. Az egyetemi autonómia az nagyon nagy problémákkal bír. Ugyanis 8-900 éve autonómok az egyetemek, és ma az oktatási törvényben nincsen benne, nincs biztosítva az egyetemek autonómiája például. De ez csak egy, ez nem értek. Én egy ELTE dolgot, nem egy autonóm egy, egyetem? Nem. Egy dolgot... Ahol ez a dolgozat megszületik, az nem autonóm egyetem? Jó. Urak, bocsánat. Várj, csak egy pillanat, csak annyit mondanék, hogy régi mániám azt szoktam mondani, hogy az igazi politika, amikor a dolgot magát, ahogy Bocska István mondta, a dolgot magát nézzük. Tehát van egy probléma, és arról beszélgessünk. És itt azért mondtam ezt a szót, az előző, az adás első része végén, mert ez itt nagyon el van rontva, ugyanis most már egyáltalán nem a dolgot magát nézzük, hanem csak pártpolitikai, csak oldalazás megy. Tehát, hogy az egyik oldal azt mondja valamire, hogy ez teljesen rossz, és a másik azt mondja, hogy teljesen jó. És ez elképesztő. De bocsáss meg, ez a lényeg. Erről beszéljünk, igen, erről beszéljünk, hogy valószínűleg... Ebben a dologban is rengeteg igazság van. De lehet, hogy mind a heten egyetértünk abban, hogy még a magyar ellenzéki választók nagy többsége, akik nem kedvelik Orbán Viktort, ők se gondolják azt, hogy Mussolini államában élnék. Akkor a magyar ellenzék miért hazudik Brüsszelben a külföldi médiának és a külföldi politikusoknak? Miért mondják azt, hogy fasizálód országban élünk, ahol az egyetemeket és a színházakat rettegésben tartják? Ez a borzalmas, hogy mindenki túl volt. Egy valaki, a fiatalok, Cseh Katalin, Donát Anna, miért nem mondja azt, hogy ez hazugság? Én speciál nem tudok az egyetemekhez ilyen szinten hozzászólni, sajnos Attila többek között ehhez ért nagyon, ehhez is, mint tudjuk, igaz Attilám. Én azt tudom, hogy én 32 éve a médiában dolgozom, és a médiát is elekézték Brüsszelben az oktatói hálózat tudományos szakemberei ebben a Háttal Európának című dolgozatban, és a médiához speciál hozzá tudok szólni.
és hogy diktatórikus média viszonyok lennének Magyarországon, egy pár apróságot mondanék. A legnézettebb televízió műsor az RTL Klub, amit tényleg a legtöbben néznek. Hiszen azt csinálják a legjobban, ott vannak a legjobb szakemberek, igen, és ott lehet a legszabadabban dolgozni, ellentétben a TV2-vel, ahol ez nem egy masszívan ellenzéki hangot megütő és ellenzéki véleményeket közlő. A híradóiban vannak ellenzék, az ellenzékhez húzó, a kormánykritikus megjegyzések. Az egész print sajtó, tehát az írott sajtó, ahol valóban kimutatható kormánytöbbség, lassan megy a levesbe, mert idestóval 8-10 éve tart az a tendencia, hogy hal el a nyomtatott sajtó, és tör előre az online média. És 2020-at írunk, és azt gondolom, hogy ne csak politikai dolgokról beszéljünk, hanem elméleti dolgokról is. 2020-ban azt példálozni a print sajtóval, amikor az egész véleménynyilvánítás, véleménycsere, kommunikáció, politikai cikkírás, publicisztika, minden tolódik át az online térbe. Abba az online térbe, amiben természeténél fogva nem nagyon létezhet, vagy nem létezik cenzúra. Blogok létesülnek, vlogok létesülnek, YouTube csatornák indulnak, a televíziós tartalmak is áttolódnak már a YouTube csatornákra. Egyre több, mondok egy példát. Laci, neked kellene médiát tanítani, nem a Pulyák Gábornak az eltén. Egy példa. Vagy mind a kettőnek. Ezt az adást most csütörtök este itt ülünk a képernyőn, hölgyeim és uraim, önök körülbelül 60 ezeren nézik ma este. Ismétlésekkel együtt a 100 közelébe fog fölmenni. De az online térben, a YouTube csatornáján ennek a televíziónak 70 ezeren fogják megnézni. Tehát fényes bizonyítéka annak, hogy ők olyan médiákról beszélnek, és olyan médiáról beszélnek, olyan médiumokról, és olyan nem létező cenzúráról, ami már 2, 3 vagy 5 évvel Lacusom, ezelőtt sem létezett abban a formában. Kiválóan tájékozott vagy, de tényleg nem ez az izgalmas kérdés. Csak egy mondat tényleg. Hanem azt, hogy miért hazudnak Brüsszelben az ellenzéki politikusok, ha igaz az, amit Attila mondta, ha azt mondod, hogy itt bullshit ez az egész, akkor miért nem mondják azt? Hadd mondjak el egyetlen mondatot, könyörgöm. A feljelentés az a hetes cikk szerint. Gergő kiforgatja a szavát, kiavítalak. De abban is javíts ki, hogy az egész tétje az, hogy Magyarországtól vegyék el az uniós pénzeket, Dobrev Klára is elmondja, hogy azért csinálják ezt az egészet. Dobrev Klára azt mondja, idéz pontosan, hogy a kormánytól kell elvenni az uniós pénzek elosztását, és a településeknek kell odaadni. Erről beszél. Az ő családjának 70 éves rutinja van a közpénz elosztásában. 70 éves rutinja van. A házak elvételében és a közpénz. Így, mint a polip beleszülték magukat. Milyen házakat vett el Dobrev Klára családjának? Zsidó ház, zsidóktól elvett vagyonban, zsidóktól elvett házban lakik az apró klán, és ezt szerintem mindenki tudja. Dobrev család vette el? Azért, ne haragudj, azért szépen beleittek magukat a magyar politikai életbe, tehát ők azt gondolják, ha érkezik más forrás. De akkor nem ők vették el azt a családját, ugye? Ami van, nem égyed, mert ez gyakorlatilag... De nem ők vették mondom, el. Beleívódtak a magyar társadalomban, időnként találnak egy bohócot, akit előrántanak, most már nem tudtak csak közeli hozzátartozót vezényelni a szerveződés érére. Szóval nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára vette el azt a házat. Nem kaptam választ. Nem, Attila? Nem. Saját kezüleg valóban nem ők vették el. Akkor miről beszélünk? A haszonélvezői annak az egykori elkobzásnak. Nagyon nem lényegi dolgokról beszélünk. A nagy tervet. De hát nem ragadj, Patti, Attila ragaszkodik ahhoz a kérdéshez, hogy saját kezüleg a Gyurcsány Fletó volt-e ott a nyilasok. Hát mert elhangzott egy ilyesfajta mondat az előbb. A Gergő azt mondta, ugye, hogy miért hazudnak az Európa Parlamenti képviselők. Szerintem nem hazudnak, hanem mondják a saját érdekeik szerinti mantrát, amiben nyilván van igazságtartalom, meg nyilván van túlzás, stb. Ez nekem nagyon nem szimpatikus különben. Mondom, az lenne szimpatikus, hogyha mindenki tudna a saját portájáról söpörni, mindenki tudna önkritikát, vagy önmérsékletet tanúsítani, és tényleg nem mondanának ilyen muszulini dolgokat. Ugye egy egy jelentésről beszélünk elvileg, de most már tényleg a Gyurcsány Ferenc és feleségének a lakáshelyzeténél tartunk, ami szerintem tök nevetséges, de ugye még egyszer, Háttal Európának címmel van egy jelentés. Háttal nem kezdünk mondatot, ezt elfelejtettem. Köszönöm, sokat tettél hozzá. Tehát a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon 2010 és 19 címmel. Mind a kultúrában, mind az oktatásban, mind a tudományban, mind a médiában látható 2010 óta a Fidesznek a nyomulás. Ezt lehet ilyen műsor, mint ez, hogy ilyen nyomulás. Hadd mondjam végig.
itt vannak, a legjobb lenne, hogyha azt mondanám, hogy tényleg látható is kész. Itt vannak nyilván nem az Orbán rendszerhez kötődő értelmiségiek, egyetemi tanárok, akiknek van egy véleményük erről, ezt összerakták egy jelentésben, és hát ki a túrót kérnének az ő érdekeik érvényesítésére, mint azt az Európai Uniót, amely azon értékközösség, melynek mi is a tagjai vagyunk. Magával a jelentéssel az égvilágon semmi baj nincsen, lehet nyilván, én nem olvastam egyébként, lehet nyilván egyes kijelentéseit kifogásolni, de önmagában az, hogy a magyarországi kultúra, oktatás, tudomány, média helyzetével foglalkozunk, és abban, hogy 2010 és 19 között milyen irányban mozdult ez a négy arrendszer, ez egy teljesen legitim dolog. Egyébként egy fontos kiegészítés. Fontos kiegészítés. De van, aki máshogy gondolja, vitatkozni nem nagyon tudsz vele, mert én hova menjek az én véleményemmel? Tehát ők azt mondják, ők legitimen megmondhatják erről az országról, hogy hol tart. A Laci. És erre országgyűlési. A Laci az előbb bemutatta a média helyzetét a maga felfogásában és értékítéletében. Most ehhez egy fontos dolgot még hadd tegyek hozzá, a helyi médiát. Ugyanis a helyi médiában az önkormányzati választás óta valamelyest változik a helyzet ott, ahol ellenzéki önkormányzatok jutottak hatalomra, és ott a Fidesz média ereje meggyengül. Tehát ezt is érdemes hozzátenni, hogy a hagyományos médiában én alapvetően inkább Fidesz fölényt látok, az online médiában már kevésbé. 80% ez kimutatható. De az online média, Lacinak abban igaza van. De nem olvas már lassan de, papír alapú médiát. Hát a tévében, tévékben még. Pláne nem olvas. Olvasottság. Te magad is online publikálsz. De olvasottság tekintetében a printben 80%-os Fidesz. De onlineban már nem. Jó, ezt már megbeszéltük. Egy fél mondatot muszáj mondanom, és ezt tényleg nem lehet elmondani röviden, mindenki nézze meg, a tévénézők, de ti is, nézzetek utána a Térei ösztöndíj dolognak, hogy ott micsoda elképesztő kavarások, balhék, meg minden van. Tehát Térei János ösztöndíj, ezt mindenki nézze meg, és ebben csebben a tenger benne van az, hogy csinálja a Fidesz ezt a fajta nyomást. Miért van kavarás? Hát rengeteg író kapott olyanok, mondom, nem tudom elmondani nagy számban, akik deklaráltan nem kormánypárti viszont, véleményt hangoztatnak. Viszont az interneten, ugye teljesen igazad van egyébként, de teljesen egyetértek, az interneten tájékozódunk. Én is ezt a műsort, nincs is tévém, nem is tudnám megnézni. Két mondatot engedjetek még meg, Bozóki András interneten személye. Interneten tájékozódjanak. Bozóki András személye az egyik lóláb, amelyik kilóg a történetből, és visszakanyarodunk az eredeti nevekre, akiket felsoroltál, hogy kik álltak ki emellett, és haknizzák egyébként körbe most a médiát. 2005 környékén mutatta be Gyurcsány Ferenc Bozóki Andrást Medgyesinek, 2004-2005 körül. Az ő bűvkörükből nőtt ki, és tudjátok mennyi pénzt kapott az ő általa képviselt kultuszszektor? 0 forintot, egy kanyi vasat, nem? Ezt ő olyan szépen elfelejtette, ahogy kell. Egyértelműen ez egy dacos kiállás, és arról szól, hogy most egyébként lenne pénz, csak nem az ő ízlésüknek megfelelő. Bocsánat, ez most nem értem, azt akarod nem, mondani, minden hogy minden ízlésen kívüli, minden obligon kívüli ez a mostani pénz. Döntenek 1 milliárd forintot a kultúrába, és elképesztően igazságtalan és rossz az egész. Jól ismered az írótársaidat. Semmit nem kapott, az jobb volt. Ha már említetted a Térei ösztöndíjat. Vagyis nem tudom. Ti láttátok nyilván a névsort. Hát ott, ha aki hangoztatja a politikai véleményét, hát ott 70-80% ellenzéki író kapott nagyon komoly ösztöndíjat. Jaj, de hogy is, jaj, azért mondom, ne. Ugorjunk el, nem vagy képben. Mindenki nézegesse meg a listát. No, egy furcsa eset rázta fel az országot, és késztetett sok mindenkit gondolkodásra, mégpedig az, hogy Dusnokon néhány nappal ezelőtt a rendőrség a gyámügy közreműködésével elvett egy gyermeket, mert azt a szüleik nem voltak hajlandóak anyakönyvesztetni, mert ők a mintaként alkalmazott mozgalom nevű szekta tagjai, amely szekta megtagadja az együttműködést, bármiféle együttműködést a magyar állammal, ugyanis úgy véli, hogy a magyar állam az egy New Yorkban bejegyzett izraeli cég. Na most nevessük el azt sem, hogy nekik van igazuk. Nem, egy magát komolyan veendő állam ilyet nem tűrhet el. Tehát de nyilván a kérdésem arra vonatkozik, és nagyon jól is kezdted el a választ, hogy akkor miért szakítasz félbe? Hát mert szeretek beszélni. Szóval, azt látom. Hogy ezért egymásra találtatok, vagyok be ezzel hogy a magyar hatóságok nevében, azért helyében, most te sem voltál túl rövid, Laci. Magyar hatóságok helyében ti mit tennétek, hiszen a gyermek, nyilván a szüleinél van a helye, de azért egy bocsánat, erről szerettem volna nagyon röviden beszélni, tehát egy állam, egy magát komolyan veendő állam nem tűrheti el,
hogy a szülők azt mondják, hogy ők nem hajlandók anyakönyvesztetni, meg együttműködni, például az egészségügyi hatóságokkal, hogyha valóban ez történt, akkor az államnak kutya kötelessége akár erővel is fellépni. A gyerek az nem a szülő tulajdona, és a közösségnek, esetünkben az államnak vannak minden egyes állampolgárával kapcsolatban felelősségei, teendői, és hogyha nem megfelelő szülők, zakkant szülők közé pottyan a szerencsétlen gyerek, őt lehet a leginkább sajnálni ebben az ügyben, akkor az államnak kutya kötelessége, nekünk, mint közösségnek kutya kötelességünket a két zakkantól elvenni a gyerekét, és nem várni meg, míg mondjuk a fényevők halálra éheztedik, vagy amíg az oltás ellenesek, nem tudom milyen ellenes bolondériákban hívő laposföldbe hívő az emberek. Meg ezt az vádolni túlzott az ember, ezt a gyereket. És egy már Péter, egyébként, amikor ilyeneket hallok, akkor az én életem vezérfonala az Lár Andrásnak a legfontosabb mondata, hogy több hülyeség van, mint nem hülyeség, ez pontosan a több hülyeség kategóriába tartozó. Ennyit ér meg az egész sztori. Igen, egy mondathoz kapcsolódik csak, a gyerek veszélyeztetése, mert az, hogy valaki az államtól függetlenül akar élni, vagy kiküszöbölni az életéből az államot, mint jelenséget, mert fél az államtól, az egy több évszázados gondolat. Az anarchizmus ezen alakul, az egész anarcho-szindikalizmus. És a Woodstock életérzés. Igen, Amerikában az ámisok így élnek. Tehát a világon, különösen az Amerikai Egyesült Államokban rengeteg ilyen szekta, közösség, stb. Van, akik ezt a dolgot kisebb vagy nagyobb mértékben megélik, magukévá teszik. És valóban egy állam, ahogy a Józsi mondta, el egy egyet lehet vele érteni, addig hagyja is ezt a dolgot, amíg például a gyereket nem veszélyeztet. Ennyi. De azt el tudod dönteni felnőtt fejjel, vagy amikor már van egy olyan okos, hogy a csecsemő nem tudja eldönteni. Tehát igen. A csecsemőt, ha veszélybe érti, az állam meg kell mentse. Hát mindig van a balondok. Ebben nincs, ebből szerintem alapból értünk egyet, abból, hogy itt nem volt más útja. Abból nő neki dermesztő dolgok, abból nő neki dermesztő dolgok, hogyha egy oktondi ember okosnak képzeli magát, és egyszer csak próbálja megoldani mindenféle konteók mentén a világnak a működését. Itt pont ezt láttuk, ez a két szerencsétlen, mármint a férfi és a nő, azt gondolja, hogy ő... Gyurcsány Ferencékről beszélsz? Tessék? Nem Gyurcsány Ferencékről beszélsz. Akartok 3 percben arról beszélni, hogy szerintetek menni fog-e Jakab Péternek azon ígérete beváltása, hogy Gyurcsány Ferenccel a Jobbik új elnökeként nem hajlandó együttműködni, mert elítéri Gyurcsány Ferenc kormányzását és az ország kifosztásában szerzett inkább érdemeit, de a demokratikus koalícióval igen, a Fidesz leváltása. Beszéljünk Gyergyóditról. Lehet, hogy ez nem is lesz aktuális, mert könnyen lehet, hogy Dobrev Klára lesz mondjuk a DK miniszterelnök jelöltje, és akkor a Gyurcsány kérdés már nem lesz annyira lényeges, de Jakab Péter személyére még hadd térjünk vissza. Én őt eddig az eddigi megnyilvánulásai alapján egy eléggé komolytalan figurának tartom, tehát egy alkalmatlan figurát választotta a Jobbik kongresszusa pártelnök. 86%-os többséggel. Szerintem, hát nem is olyan én azt tudom, de ettől még egy alkalmatlan figura. Ha megnézitek alaposan a parlamenti hosszabb felszólalásait, nincs komolyabb tartalom mögötte. Tehát ő bohózkodni, botrányt kelteni eddig tudott, de komoly szakmailag alátámasztott felszólalásokkal nem találkozhatunk. A legjobb szónoka a Jobbiknak, ne viccelj már, Attila. Nem, ez ő demagógiában kétségtelenül jó, de felhívom a figyelmet arra, hogy bár ő frakcióvezető, már egy ideje is korábban frakciószóvivő volt, mégis a Jobbik támogatottsága megy lefele, és különben is a Gyurcsány, illetve a Orbán kritikában vannak Jakabnál ügyesebbek, szofisztikáltabb pártok, lásd Momentum és a Demokratikus Koalíció. Igen, Attila, de szerintem elég kellemetlen az a helyzet, amikor egy párt azon irányvonalak közül kell választani a tagságnak, a ugye konzervatív jobboldali párt tagságának, hogy virtigli régivágású nácik legyünk, vagy Gyurcsány Ferenc DK-jához csatlakozunk egy, és közel egy is, Laci. Ezért volt egyeztetve Klárival és Ferivel ez az elhatárolódást, ez korhint és nekem az nagyon be van ez sípődve. Egyeztetve a DK-nak az az érdeke, hogy a Jobbik megtartsa a saját karakterét egy picit, azért, mert ők a különbözőségeket akarják egybe gyúrni, hogy így lehessen legyen. Egy szavazót nem lehet így becsapni, hogy megpróbálják. De miért nem beszélünk akkor Varga Damandreáról, mert úgy tudom, az az idézett cikk, ami alapján fél percben erről beszélni. Én elég sokat ültem
ennek a hírtelevíziónak a képernyőjén, ennek a hírtelevíziónak a képernyőjén különféle műsorokban 100 évvel ezelőtt Vargadom Andreával, a Hír TV hívta meg őt, akkor még civil volt, és nem jobbik Laci, politikus. 40 másodperc van. Én azt gondolom, hogy ő lett volna a legkisebb rossz, mint elnök. Ugye Vargadom Andrea azt írta ki, a Facebookjára, a Jakab Péterre, hogyha igazán próbára akarjuk tenni egy ember jellemét, adjunk neki hatalmat, Lincolnt idézve. Hát akkor most ez meg... Egyébként Vargadom Andrea elindult a Jobbik új vezetése ellen, tehát ebből még lehetnek problémák. Ti rajta vagytok ketten a Vargadomnak a fizetési listáján? Hát itt van egy párt, a Jobbik. Ez a párt 87,8%-kal megválasztotta ezt a Jakabot elnöknek, és ez a párt már a nyilasokat kiköpte magából, aki még maradék ott van, azok már eltávoztak. És az új kiköpte elnök magából azt, a nyilasokat, és ez a, Józsi? És ez az új elnök azt mondta, hogy én Gyurcsány Ferenccel nem tudok közösséget vállalni, a magyar azt embereket nem köpte ki magát, a műsor végére értünk. Jobbik nyilasra. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. A Fidesz Soros Györgynek fordított hátat, és úgy néz ki, hogy az Európai Néppártnak is hátat fog fordítani. Előbb tisztázzuk, Szentpétervár például európai városnak számít?